Szabó Borbála, Kalandok a lócsoportban. Baranyai B. András rajzaival. Herceg az oviban. Olivia, aki mindig hercegnős ruhába jött oviba, egyszer elkezdett dicsekedni. Nekem van egy varázstelefonom, mondta, és meg is mutatta a kis csillogós készüléket. És én ezen fel tudom hívni bármelyik hercegnőt. A lányok hitték is, meg nem is, hogy a hercegnőket csak úgy fel lehet hívni telefonon. Próbára tették Oliviát. Jó, akkor hív fel Hófehérkét most! Mondta Luca, a sápadt kislány. Olivia nem teketóriázott, már nyomta is az egyetlen gombot a telefonján. Halló, Hófehérke? Szia! Hogy vagytok? A hamis jól. Oviban vagyunk. Itt a Kriszti, a Janka, a Luca meg én. És a törpék, hogy vannak? Aha, akkor jó, puszilom őket is. Szia! És le is tette. A többiek még most sem voltak egészen meggyőzve. Hercegekkel is tudsz beszélni? Érdeklődött Kriszti, a csoport egyik vezére. Aha, persze, hogy tudok. Akarjátok, hogy ide hívjak egyet fehér lovon? Olivia két herceget is felhívott, az egyik nem ért rá, de a másik megígérte, hogy hamarosan oda nyargal az oviba. Nem fog jönni, az biztos, mondta Janka, Kriszti legjobb barátnője. Szerintem csak kitaláltad az egész varázstelefonos dolgot. A lányok ezután babázással ütötték el az időt, de titokban mind a négyen az ablakot lesték. Egyszerre lódobogás hangja törte meg a szokásos autózúgást. A lányok az ablakhoz szaladtak. Egy valóságos herceg közeledett fehér lovon, tollas kalapban, csinosan, akár a mesében. A járókelők csodálkozva fordultak meg a szokatlan lovas után. A Daliás királyfi jókedvűen rántotta meg lovakantárját az ovi kapuja előtt, mire a ló lefékezett. Aztán leszállt. Peckes léptekkel a kapuhoz sétált, és ki is nyitotta. A lányok kezdtek pánikba esni. Úristen, olcsa, most tényleg bejön az oviba egy felnőtt férfi? Ijedezett Kriszti. Miért? Múltkor meg a te apukád volt benne egy napot, emlékeztette Luca. Nem is ült el jól? A herceg ebben a pillanatban lépte át az ovoda küszöbét, és álmélkodva nézett körül. Ez volna hát a kastély, melyben szívem szerelme hosszú álomra hajtotta gyönyörű fejét. Ezek szerint ő Csipke Rózsika hercege, állapították meg a lányok. Nem, még nem volt délutáni alvás, tájékoztatta Olivia a herceget. Viszont neked most el kell tűnöd innen, mielőtt még valaki meglát. Ó, nem félek én senkitől. Elbánok bárki fia borjával, és életre csókolom az én szerelmesemet. A herceg szeme most megállapodott a báli ruhában pislogó Olivián. Te volnál az én szerelmesem? Díszes karórájára pillantott. Tán korán jövék kissé? Fiatalkának tűnsz hozzám. Hát jó, ön meg öregnek, vágott vissza Kriszti, aki nagyon tudott vitatkozni. De most tényleg el kell bújni a bácsi, azonnal! Ekkor a herceg mozdulatlanná dermedt, és bámulni kezdte a sarokban meghúzódó Teca nénit. Csipke Rózsika? Kérdezte remegő hangon. Tessék? Hepegett Teca néni. A herceg Teca néni elé térdelt. Bocsáss meg, nem akartalak megijeszteni, mondta neki lágyan. Teca néni arca teljesen elpirosodott. Ja, nem, én nem ijedtem meg, csak az a baj, hogy maga, ön... Hogy idegen vagyok,
búgta a herceg. De hát nem emlékszel, mi már ismerjük egymást. Teca néni zavarában a haját csavargatta. Igen, elnézést, nem is tudom. Honnan? Hát álmunkban találkoztunk. És már is énekelni kezdett. Hol volt, hol nem, rád leltem, éltem hajnalán. Hol volt, hol nem, álmomban boldog voltam véled, talán. Az egész ovi tátott szájjal figyelte a váratlanul jött énekes produkciót. A többi csoportból is kitódultak a gyerekek és az óvónénik, hogy meghallgassák a gyönyörű dalt. Aztán a herceg egy könnyed mozdulattal elkapta Teca néni karcsú derekát, és vele együtt felpattant a lovára. S még a hűséges jószág felágaskodva nyerített egy utolsót, ő is búcsút intett az óvodának, és elnyargalt a lemenő napfényében. Az óvónők, a dadusok és a gyerekek döbbenten álltak a kapuban. Most ez elvitte a Tecát? Ámultozott Évike néni, a lócsoport dajkája. Na és mit fog ehhez szólni a férje, a Gyuri? Biztos, hogy leszáll majd a körforgalomnál is visszajön hozzánk. Bíztatott mindenkit, még saját magát is, Eta néni. És beterelte az ovisokat délutáni alvásra.